Hazai pályán nyitotta meg a Merkantil Bank Liga 2022-23-as szezonját a PMFC labdarúgó csapata. A vasárnap esti Békés Csaba elleni találkozón debütált a kispadon Weitner Ádám. A cserék között helyet kapott többek között a 17 éves Vas Bence, míg Tihanyi Hegedűs és Grabant sérülés miatt nem állt a vezetőedző rendelkezésére. A találkozó első negyed órájában inkább a küzdelem dominált, majd a 16. percben előbb Helesfai védte Szabó lövését, aki lesen volt, majd pedig egy ellenakció végén Makrai beívelése kis hián fazekasról vágódott a vendégek hálójába. A 26. percben Kesztyűs jobbról elvégzett szögletrúgása után a rövidnél Katona csúsztatta meg fejjel a labdát, ami nem sokkal szállt el a keresztléc felett. Rögtön ezután veszélyeztettek a Békés Csabaiak. Hámed a 16-oson belül került helyzetbe, de Helesfai ismét bravúrral védett. A 31. percben Makrai lőtt, a kipattanó Terbének jött ki jobban, a gólvonal előtt azonban mentettek a vendégek. Lendületben maradt a PMFC, 3 perccel később Harsányi beadása akadt el Bora kezében, a játékvezető azonban nem látta szabálytalannak az esetet. A 38. percben Tóth Gábor Kristóf Harsányi elé készített, aki balról 7 méterről fölé lőtt. Majd az első játékrész utolsó percében Tóth Gábor Kristóf vitt végig a jobb szélen egy támadást, de a kapufán csattant a labda. A játékképe alapján közelebb állt a gólszerzéshez a Pécs, azonban 0-0-ás állással vonultak pihenőre a csapatok. A fordulás után az 58. percben ismét egy szép támadást vitt végig Weitner Ádám együttese. Niki Cser tört be baloldalról a Békés Csaba 16-osára, majd jobban lőtt, de a labda keresztben elszállt a kapu előtt. 3 perccel később Makrai jutott el a labdával a 16-os közepéig, lövése azonban elkerülte a vendégek hálóját. A 70. percben remek labdát kapott az ötös vonalán Tóth Gábor Kristóf, de Bukrán újabb óriási védést mutatott be. Ezután szöglet következett, Kesztyűs sarokrúgása Tóth Gábor Kristófot találta meg, aki az ötösről ezúttal már a kapuba bólintott. A PMFC nyáron igazolt támadója első pécsi bajnokián így megszerezte első gólját piros-feketében. Aztán egy bedobás után előbb Katona bólintott mellé, majd egy szép támadás végén Kesztyűs fejelt fölé. A 93. percben tovább növelhette volna előnyét a PMFC, Kesztyűs kisé jobbról 20 méterről elvégzett szabadrúgásra a felső lécről a gólvonal elé vágódott le, így maradt az 1-0-ás pécsi győzelem. Weitner Ádám együttese megérdemelten tartotta itthon a 3 pontot, a Nyitányon aratott győzelem fontos lökést adhat a folytatásra. Nehezen indult a mérkőzés, most 4 hete van együtt a csapat, 7 új játékos kapott helyet a kezdőcsapatba, ez ilyenkor nem egyszerű, főleg az első tét meccs. Az első 20-30 percen nagyon görcsösek voltak a játékosok, nem találták a ritmust, akkor a Békés Csaba nagyon agresszívan megnehezítette a dolgunkat. Igazából utána ebből a görcsösségből kijöttünk, és a második fél időben jobban lejött ez a görcsösség a játékosokra, és jól fociztunk, voltak helyzeteink is. Véleményem szerint megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ennyi új játékossal, ilyen kevés idő alatt, ez ilyenkor a fejlődésünket mindig felgyorsítja egy csapat életében a siker. Tehát ha siker van, akkor a fejlődés is gyorsabb. Fontos, hogy azt az értékrendet, amit ma látott a közönség a második fél időben, azt kövessük. Tehát egy megalkuvás nem tűrő csapatot szeretnék látni mindig a pályán, aki hisz magában, egységes, agresszív, és mellette ami a nehezebb, az a stílus, ami ki fog alakulni. Tehát szeretnénk futballozni, szeretnénk megörvendeztetni a szurkolókat is, tehát ez fontos, de ez egy hosszabb folyamat. Ez egy folyamat, az nagyon jól kezdtük az elején, tehát győzelemmel, de lépésről lépésre kell haladnunk, meccsről meccsre, és dolgozni kell, még sokat kell dolgoznunk. Természetesen csalódott vagyok az eredmény miatt, viszont a fiúk hozzáállása és a játék miatt azt gondolom, hogy büszkék lehetnek magukra, viszont mindenképpen szerettünk volna pontot szerezni az első fordulóban, hisz nem mindegy, hogy kezdjük a bajnokságot. Ez sajnos nem sikerült, de azt gondolom, hogy ugyanannyi esélyünk volt ezt a meccset nekünk is megnyerni. Sajnos azt az egy gólt azt nem mi szereztük, így gratulálnunk kell az ellenfélnek. A második fordulóban Budafokra utazik a csapat, majd augusztus 14-én az újonc Moson-Magyaróvár együttesét fogadja a PMFC.